A varrás alapjait, valamint a varrógép használatát is elsajátíthatják azok a gyerekek és felnőttek, akik a Forgóorsok Folt Varróklub foglalkozásain részt vesznek a Puskin Művelődési Házban. A szervezők szeretnék a gyerekeket bevezetni a varrás világába, és egy picit az újrahasznosításra és a környezettudatosságra is felhívni a figyelmüket. A Forgóorsok csoport vezetőjével, Tóth Zsuzsával gondoltuk azt, hogy mi nagyon szeretnénk kicsit egyszerűbb varrást tanítani kezdetektől, mert sokan megijednek attól, hogy hú, mennyire bonyolult, meg már mindjárt, hanem azt gondoltuk, hogy egy hiány most a világban, hogy már az anyák nem tanítják a gyerekeiket varni varrógéppel, és egy ilyen kezdő alapoktól való varrógép tanítást szerettünk volna indítani, és a Puskin Művelődési Ház nagyon örült a kezdeményezésünknek, és megtámogatott minket, és biztosítja a helyet, tehát jöhetünk ide varni. Minden hónapban egy szombaton varrunk. Az volt a koncepciónk az elején, hogy délelőtt mi nagyon szeretnénk gyerekekkel varni, és gyerekeket kicsit megfertőzni a varrással, délután meg felnőttekkel, és mostanra beérett a dolog, mert 5-6 lelkes gyerek jön varni, nyilván most nyári szünet van, tehát mindenki nem tud jönni, mert táborok meg mindenek vannak, de akkor is most már jó sok gyerek van, akik jönnek 8-tól 11 éves korig, és nagyon ügyesen vannak, varnak varrógéppel. Próbálunk olyan tematikát kitalálni, ami belenyúlik az újrahasznosításba, mert ezt is gondoltuk, hogy ebbe a túlhasználós világban, amikor vesszük a dolgokat, és értéktelen, kicsit a gyerekekkel olyan szinten is szeretnénk foglalkozni, hogy a textil érték, hogy óvjuk a környezetünket. Az előző alkalmakkor farmerből vartunk, de farmer nadrágok képződnek, és nagyon jól hasznosíthatók. Párnát vartunk, hátizsákot vartunk, illetve ünnepekhez kötődően nyuszit vartunk, cicát vartunk, az nem ünnephet kötődően, és így próbáljuk megszerettetni a gyerekekkel a varrást. A foglalkozások alkalmával minden eszköz és anyag biztosított a varni vágyók számára, és a felnőttek esetében maguknak a gépeknek az ismerete és használata is nagy segítség, hogy a későbbiekben tudják, hogy milyen készülékekkel szeretnének otthon is dolgozni.